Sziasztok! Ez itt a Meggyógyulhat sorozat harmadik része. Ma arról szeretnék beszélni nektek, hogy mik a betegség eredete, milyen okai vannak a betegségeknek, hogy miért van ez a föld bolygón ilyen, hogy betegség. Ugye az egész világ mindenségbe beleértve a látható, láthatatlan világot, csak, csak a teremtésnek ebben a szegme, szegmensében található meg ez a betegség, és ilyen tapasztalatokra csak itt lehet szert tenni. Ez, ez azért van, ugye ahogy beszéltem nektek a, a Péter apostollal kapcsolatban, amikor Kornélius házába ment, és ott prédikálta, az Istennek az evangéliumát a, a Cornelius háza népének, akkor beszélt arról, hogy Jézus Krisztus mindenkit meggyógyított kivétel nélkül, és azért, mert ezek az emberek az ördögnek a hatalma alá kerültek. A betegség, ugye, az, ez azt mutatja, hogy a sátánhoz kötődik. A betegség. De hogy alakult ez ki? Ugye a természetes világban olyan, olyan törvényszerűségek működnek, amik nem feltétlenül támogatják az embernek az egészség állapotát, hanem lerombolják. És nézzük ezt meg, hogy hogy az első ilyen okot nézzük meg, hogy az a természetes világ, amiben vagyunk, az nem normálisan működik most. A teremtésből elvesztette azt az életet, azt a dicsőséget, amivel rendelkezett maga az ember is. És azt mondja Pálapostól a római levélben, hogy hiába valóság alá lett vetve ez a világ. Ugye minden szétesés felé megy, és ez a, ez a hiába valóságnak ez az ereje, ez a látható, tapasztalható világban működik, és így érinti az embernek a testét is. Egy bibliai részt hadolvassak fel nektek azzal kapcsolatban, hogy Isten a zsoltárok könyvében arról olvasunk, a 89. Zsoltár 12. verszakában, hogy azt olvassuk, hogy a Zsoltáros Istennek azt mondja, hogy tiéd az egek és a föld is, a tied, e világot minden benne valóval te fundáltad, tehát te teremtetted, te hoztad létre. Tehát amikor Isten létrehozta a, a földbolygót, és magában az egész világot a Föld bolygóval együtt, akkor minden jó volt. Isten is ezt mondta, hogy jó, jó az, amit alkotott, jó az, amit teremtett, és az embert beültette ebbe a világba, hogy, hogy ennek a világnak a, hát hogy mondjam, kisistene legyen, tehát, hogy ugyanúgy uralkodjon, a föld fölött, tehát Isten átadta az uralkodásnak a jogát az embernek feltétel nélkül. És azt olvassuk, hogy, hogy ez, ezzel a földdel valami történt, ezzel a világgal valami történt, már nem ugyanúgy működik, ahogy Isten megtervezte, már nem ugyanúgy működik, ahogy Isten megalkotta, valahogy megromlott ez a világ és ezzel együtt ez kihatott az embereknek az egészségére is, testére is, és a testi folyamatokra is kihatott, mert amikor Isten megteremtette ezt a világot és az embert is, akkor átadta neki a világ fölötti uralmat, a föld fölötti uralmat, átadta az embernek. Ez az, erről az egy, tehát a Mózes első könyvében olvasunk, tehát a Genezisben, a 26 -től a 28. verszakban azt mondja Isten igéje, mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, a földön csúszó mindenféle állatokon, teremtette tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt férfiúvá, és asszonyá teremtette őket. Megáldotta Isten őket, és mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok. És ugye a tengerhalain, az égmadarain, földön csúszomászó mindenféle állatokon, tehát azt látjuk, hogy, hogy mindazt a jót, amit Isten teremtett, betegség nélkül, halál nélkül, bűn nélkül, átkok nélkül, minden nélkül minden a legjobban indult el, legtökéletesebben indult el. És azt olvassuk, hogy Isten ezt nem tartotta meg magának, hogy hogy ő uralja ezt, ezt az egészet, hanem, hanem teremtett egy magához hasonló lényt, az embert. Tehát ezek vagyunk mi, tehát nem az állatvilágból származunk, hanem ezek vagyunk mi, akik Isten-től van az eredetünk, és Isten az embernek adta át a föld fölötti uralmat, hogy uralkodjon az ember a, a föld fölött, hogy hatalma legyen a földön mindenre. És képzeljétek el, hogy sajnos az, az ember ezt az uralmat átjátszotta, ezt a hatalmat, átjátszotta a nagy ellenségének, Istennek és az embernek a nagy ellenségének, a sátánnak, az ördögnek átadta ezt, és onnantól kezdve csőstől bejött a földre a halál, a bűn, a romlottság, a hiába valóság, a szétesés, ugye mert az ördögnek az is a neve, hogy diabolosz. Az azt jelenti, hogy szét, vető, szerteszét dobáló, szerteszét hányó. Tehát, tehát, amikor, amikor szétesés felé megy minden, az, az, az a természet, az az ördögben van. És amikor Jézus Krisztus az Isten fia megjelent itt a földön, és Isten felkente szent szellemmel és hatalommal, hogy prédikáljon, tanítsa az Isten országának az evangéliumát, a szegényeknek, a betegeknek, a vakoknak, a, a, a megtört szívűeknek, ahogy olvassuk. Tehát ö, olyan embereknek, akiken az, az, az ellenség, a sátán elvett tőlük, el, ellopta a, az egészségüket, ellopta a boldogulásukat, ellopta az életkedvüket, ö, és, és nagyon sok minden mást is és oda küldi Isten az, a, az ő fiát, felkeni, szabadítással, hogy kiszabadítsa az embereket a gonosz fogságából. És az ördög oda megy Jézushoz, hogy őt is megkísértse, és azt mondja neki a Lukács Evangéliumának, az, a negyedik fejezetének, az ötödiktől nyolcadik verszakát olvasom. Felvitte őt az ördög egy nagyon magas hegyre, megmutatta neki a e föld minden országait egy szempillantásban, és mondta neki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek a dicsőségét, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom azért, ha te engem imádsz, mindez a tied lesz. És felelte Jézus, és mondta neki, távoz tőlem sátán, mert meg van írva, az urat a te istenedet imád, és csak neki szolgálj. Tehát látjátok, hogy az ördög azt mondta Jézus Krisztusnak, hogy egy nagyon fontos dolgot mondott, ami szinte az Ádám bűnbeesése óta, tehát az Ádám és Éva bűnbeesése óta, gyakorlatilag az, az utána következő négyezer évben nem, nem, nem derült ki az emberek számára, hogy mi ez a töménytelen gonoszság és rossz a Föld bolygón. És azt mondja az, a, a sátán Jézus Krisztusnak, hogy mindezt nekem adták át, eredeti görög ö, nyelvben. Ugye azt mondja itt a, a, az a szó, az azt jelenti, hogy átadták nekem ezt, a, ezt az egészet, ami itt van a Földön, ezt az egészet átjátszották nekem. Tehát az ember azt a hatalmat, amit kapott Istentől, és azt, a, 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 azt az uralkodási jogot, a föld fölött, és a földi dolgok, tehát hogy a befolyások és a többi dologban átadta a bűnbeesés által az ördögnek, és ezzel dicsekedett az ördög Jézus Krisztusnak, hogy ez neki lett átadva, neki lett átjátszva. Ez az egész természetes világ, ahogy, ahogy működik. És azt mondja erre Jézus, hogy nem azt mondta neki, hogy sátán, neked nincs igazad, te hazudsz, hát nem, nem te uralkodsz, nem neked lett át, átadva ez az egész, hanem tisztába volt Jézus Krisztus, hogy a föld feletti hatalom, ami befolyásolja a földnek a, a helyzetét és a rajta lakó embereknek a helyzetét, az amögött egy... egy nagyon gonosz, manipulatív, intelligens lény áll, aki befolyásolja az emberek gondolatait, és az egész földbolygó ennek a hatására, az egész létezés, a látható világnak a létezése, az egy ilyen lebutított változata lett az eredetinek, ahol már nem csak jó dolgok és a jó törvényszerűségek működtek, hanem sajnos bejött a gonosz és a rossznak a működése a világba, és ez kihatott az embernek nem csak az, a, úgy az életére, hogy életidejére, hogy meghal, hanem a földi életében az egészségére is. És ezért olvassuk azt, hogy amikor Jézus Krisztus meggyógyított mindenkit, aki az ördögnek a hatalma alatt van. Tehát a betegséggel, a betegség mögött és a természetes betegségek e, e, mögött, tehát tudom azt, hogy a természetes betegségek ha valaki kimegy, megfázik, ez egy természetes dolog, de én nem erről beszélek, hanem arról, hogy ez a természetes betegségek mögött is van egy, van egy láthatatlan valóság, ami miatt megbetegszik az ember. És és azt olvassuk, hogy, hogy Jézus Krisztus ellent állt az ördögnek a, a befolyásának, hogy hogy cserébe gazdasági hatalomért, meg minden másért cserébe. Tehát Jézus Krisztus nem lehetett korumpálni, hanem ellenállt. És azt olvassuk, hogy, hogy nem azt mondta, hogy, hogy sátán nincs igazad, hanem ő azt mondta, hogy, hogy az Isten kell imádni, és az Isten imádata az, ami és az Isten megismerése, és az Istennek való dicsőség adás az, amivel az ember el tudja kerülni az ördögnek az útját, mert az imádatban benne van, hogy az ember meghajlik és alázatossá válik Isten előtt. És a korintusi levélben először, és utána majd az efézusi levélhez lapozok, de a korintusi levélnek, a második korintusi levélnek a negyedik fejezete ír arról, hogy a negyedik verszakban, hogy akikben a e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Ugye erről beszéltünk az Isten, hogy Jézus Krisztus az Isten képe a legtökéletesebb, ahogy vissza tükrözi az Istennek a lényegét. De itt arról beszél Pál Apostol, itt a korintusiaknak, hogy ennek a világ korszaknak van egy Istene, aki ellene dolgozik az, a, a, az igazi Istennek, Istennek és Jézus Krisztusnak. És azt mondja, hogy vég, egy olyan működése van a háttérbe ennek a szellemnek, akit a világkorszak istenének nevez, hogy az emberek ne ismerjék fel az evangéliumot, az Istennek a győzelmét, ne vegyék észre, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt a Golgotai kereszten. Ugyanígy Pálapostól az Efézusi levélben, a második fejezetben, arról beszél, hogy, hogy e, azt mondja, titeket megelevenített Isten, akik holtak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor, e világ folyása szerint. E, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, az a szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Vegyétek észre, hogy a levegő égbe, amikor mi felnézzünk, akkor maximum madarakat, meg repülőgépeket, most mondjuk nem látunk olyan sűrűn, de de, e, tehát ezt látjuk, amikor felnézzük, meg felhőket. De azt mondja Pálapostól, hogy a föld feletti szférában, égbe, az AR-ben, -A Uh, ott van egy, ez a, ez a gonosz szellem, aki ennek a világkorszaknak, ennek a világnak a fejedelme, és ennek a világkorszaknak az istene, ez ott, ott uh, székel, uralkodik, és onnan befolyásolja az embereket, azt mondja, uh, az engedetlenségbe a vétkek és a bűnök által. Tehát olyan, úgy kell elképzelni, mint egy ilyen marionett bábukat, ahogy mozgatnak. És sokszor még az emberek se értik, hogy miért csinálják azt, amit csinálnak. Aki meg úgy véli, hogy érti, az meg, az meg lehet, hogy egy olyan meggyőződést alakított ki az ördög az elméjében, hogy, hogy azt hiszi, hogy tudja, hogy mit csinál, miközben nem veszi észre, hogy milyen károkat és rombolást végezel. Tehát ez is mutatja, hogy, hogy ez a Föld bolygó, ahogy megromlott, ahogy át lett adva a esés által ennek a gonosz lénynek, át lett adva, ki lett játszva ez a hatalom, amit Isten adott az embereknek, ezáltal maga a Földi világ egy. Tehát hiába valóság alá lett vetve, romlás alá lett vetve, dicstelenség lett vetve, és, és körbe is van a levegő ég által, körbe is van véve ez a Föld bolygó ezekkel a lényekkel, amelyek a bűnök, a vétkek, a bűnök, és a hamis világnézetek által, és a hamis e, 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 tehát izmusok által, tehát úgymond izmusok által, e, tehát ilyen elmebeli e, magaslatok, e, e, erődítmények, tehát hamis gondolkozásmód által uralja és manipulálja az embereket. Erre Jézus azt mondta, Jézus Krisztus a, a János Evangéliumának a tizedik fejezetében, hogy van egy tolvaja az egész világnak, és azt mondja, hogy a tolvaj az nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Azt mondja, én pedig azért jöttem, mondja Jézus Krisztus, hogy életük legyen és bővölködjenek. Tehát mit olvasunk itt? Azt, hogy az, a sátán a betegség, ő a tolvaj, ő az egészségnek a meglopója, ő a betegségnek a szerzője, hogy valahogy, ahogy át lett adva ez a világ a, a bűnbeesés által tudatlanul, az ember tudatlanul átjátszotta ezt a hatalmát, onnantól kezdve ez a természetes világ Megrendült, és, és egy, egy lebutított változatban működik, amiben a, a gonoszság erői, a, ezek a tolvaj, lopó erők, a, amik tönkre akarják tenni az embereket, az embereknek az életét, egészségét el akarják venni, el akarják pusztítani, hogy idő előtt halljon meg az ember és költözön el erről a földről, ez, ez mind egy személyhez kötődik, magához a sátánhoz. És azt olvasjuk, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy meggyógyítson mindenkit, aki az ördög hatalma alá került. Tehát ha egy betegség természetes módon is jött létre, az sem normális, mert nem így működött eredetiben ez a világ, és olvassuk is, hogy a bűn által bejött a halál ebbe a világba, és azt olvassuk a Jobb könyvénél, hogy, hogy a halálnak a zsengéje az elkezdte felemészteni az embernek a fizikai testét, és akár természetes módon, de akár nem természetes módon, tehát átkok formájában vagy bűnök miatt, vagy gonosz szellemek, tehát betegség szellemei miatt, mert ilyen is van, az embernek a teste már nem úgy működik, ahogy kéne, és ezt is Jézus Krisztus a Golgotai kereszten elvégezte, hogy meggyógyuljunk mindenfajta betegségből, akár természetes, Betegségekről van szó, tehát hogy természetes törvényszerűségek miatt lett valaki beteg, vagy akár nem természetes rosszindulatú betegségek miatt e, is e, Jézus Krisztus magára vette a betegségeinket, hordozta ezeket, és az ő sebeivel pedig már meggyógyultunk. Tehát ezt 2000 évvel ezelőtt elvégezte Isten ezt a munkát, de fogom majd folytatni. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok, és ezzel fogjuk folytatni, hogy még milyen eredete lehet a betegségeknek.